Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, hagyomány már itt az ünnepi beszélgetésekben, hogy évről évre, december 24-én Spányi Antal megyés püspök urat látjuk vendégül. Ez az idei esztendőben sem változott. Sok szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, püspök atya. Köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Ugye túl vagyunk egy adventi felkészülés időszakán, és hát elértünk oda, ahol a fény jelenik meg a sötétségben, hogyha fogalmazhatok így, hiszen december 24-e éjszakája egy fantasztikus üzenettel bír. Valóban. Az adventi idő, amikor a napok egyre rövidülnek, mint hogyha a sötétség egyre nőne, ez érkezik el karácsonyhoz, az ünnephez, megszületik a gyermek, aki elhozza számunkra a fényt, aki a szimbólumok világára érzékeny, azt tudja ennek az egész történetnek a szépségét egész mélységében, egész valójában megérezni, ezt tud ráérezni. Látjuk a magunk bűneit, látjuk a világnak a gondját, látjuk mindazt, ami aggodalommal, félelemmel tölt el bennünket, mint valami nagy sötétséget. Sötétségtől félünk, mert nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, nem tudjuk, hogy mi van benne, nem tudjuk, hogy mi vár ott ránk. És amikor ebben a sötétségben föllobban a fény, akkor egyszerre megnyugszunk, eltölti öröm a szívünket, biztonságban érezzük magunkat, boldogság tölt el bennünket. A bűn sötétsége ott van minden ember életében, ott van a világban is. Az ember gyarló, gyenge, megkísértetünk, és nem minden kísértést tudunk mindig legyőzni. De Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Eljön Jézus Krisztus gyermek képében, hogy pontosan olyan legyen, mint mi, hozzánk hasonló mindenben a bűnt kivéve, és ez a gyermek elveszi a mi bűneinket az egész életével, tanításával, szenvedésével, halálával, föltámadásával megvált bennünket. Megtöri a sötétségnek, megtöri a bűnnek a hatalmát, és egy új életet ajándékoz nekünk. Karácsony erre az új életre hív meg bennünket, és ez az igazi fény, ha betölti az életünket, akkor nem csak a magunk élete lesz szebb, hanem ezt önkéntelenül is belesugározzuk a világba. Én azt hiszem, hogy mindenkinek van sok olyan élménye, hogy egy ember mellett jól érezte magát. Hogy van a családban egy nagymama, van valaki a rokonságban, vagy a munkahelyen, akivel jó találkozni, jó vele pár szót váltani, csak mert valahogyan hordozza magában a fényt, a szeretetet is. Ezt árasztja ki. Hát erre vagyunk meghívva karácsonykor mindannyian. Ezt a fényt kell nekünk őrizni és sugározni. Ugye az advent arra is jó, hogy egy kicsit elcsendesedjünk, és felkészítsük a lelkünket erre. Ez nagyon fontos. Azok a mi emberi tartalmak, amelyekre szükségünk van, és amelyekre vágyódik is minden ember, nem születik meg, hogyha mi elmerülünk ennek a világnak minden gondjában és bajában. Egy nehéz dolog ez, hogy helytálljunk, mert ebben a világban élünk. Egy édesanyának, egy családanyának elő kell teremteni mindazt, ami az ünnephez hozzátartozik. Természetes, hogy mindenki azt várja, hogy a lakás legyen szép és tiszta és rendezett, és legyen megfelelő hangulat, ami többnyire az édesanyáknak a gondja és feladata. És mellette még kívánjuk azt is, hogy valami belső tartalom is szülessen meg. Csak úgy tud ez megszületni, hogyha van bennünk valami csönd. Az olyan szép, hogy a Biblia tanítása szerint a nagy dolgok mindig csöndben születnek. A teremtés a csöndben történik. A megváltás a csöndben történik. A gyermek születése az éjszaka csöndjében történik. Jézus, aki sokat imádkozik, a csöndbe megy, elhagyott helyekre, hogy ott imádkozzon az övéért, a világért, mindannyiunkért, értünk is. És ez a csönd az, amelyben az ember meghallja az Isten szavát, amelyben az ember képes ráérezni arra, mert az Isten segít a csöndben bennünket, hogy a másiknak mire van szüksége, hogy meg tudjam tenni, meg tudjam adni neki, hogy
meghallgassam, hogy mondjak egy vigasztaló szót, hogy valamivel megmutassam a szeretetemet iránta esetleg. Az Isten mindig szól hozzánk, de a csöndben meghalljuk, ha nincs bennünk csönd, nem halljuk meg. Tehát kell, hogy végezzük a dolgunkat, álljunk helyt a világban, de mégis maradjon mindenek mögött, vagy mindenek alján, mint egy alap, maradjon bennünk helye, maradjon bennünk lehetőség ennek a belső csöndnek, a lényegre való odafigyelésre. Azért ezt a mai világban, ahogyan is említette, egyre nehezebb megtalálni, vagy egyre nehezebb lehet ez az odavezető út. Hát hogy elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy folyamatosan zaj vesz körül minket a telefonokon keresztül, meg úgy egyáltalában a világ zaja elnyomja ezt a csöndet, vagy a csöndhöz vezető utat, nem? Hihetetlen, hogy változott meg a világ. Abban az időben, amit én magam is végigélhettem ebben a földi életemben, hiszen gyerekkorunkban volt egy rádió, amiben volt egy-két adó, aztán később egy televízió, amiben voltak sugárzásmentes napok, és néhány óra sugárzás volt. Most pedig, hát ha az ember mobiltelefonját nem találja a zsebébe, akkor nyugtalanul érzi magát, és elbizonytalanodik, hogy mi lesz vele a világban. A fiatalokat hallom, látom, hogy a fülük bedugva járkálnak, önmagukat veszélyeztetve, mert azt se hallják, hogy jön egy hagyományos autó, amelyik berreg és pufog. Mindig valami zaj van körülöttünk. Aztán vannak zajok, amelyek belülről fakadnak. Azok a vágyak, amelyeknek talán nem is kéne, hogy bennünk legyenek, azok az indulatok, amiket talán el kéne csöndesítenünk, azok a őrzött neheztelések, haragok, amelyeknek talán már az okát se tudjuk, csak őren haragszunk. De miért is haragszunk? Már nem is emlékszünk rá talán. Ez mind-mind bennünket mérgez. Olyan, mint egy kútmérgezés. Ezeket meg kell próbálni kiküszöbölni az életből. Nagyon jó a telefon, és kell is használni, csak én használjam az én kényelmemre, az én életem megkönnyítésére van, és nem azért van a telefon, hogy azt tegyen engem rabszolgává. És minden, ami ilyen zajos, bármi is átvitt értelemben zaj lehet az életemben, ezeket meg kell próbálni helyre tenni, hogy több legyen a csönd, több legyen a békesség, több legyen a nyugalom. Olyan szép a Szent Családnak, Szűz Máriának, Szent Józsefnek a csöndessége. Hát volt gondjuk, hogy születik meg a gyermek, hol születik meg, egyáltalán honnan is van az ő élete és léte, és mi lesz vele majd. És látjuk az egész életüket, hogy bizony ott a létbizonytalanság, az üldözöttség, a kiszolgáltatottság, az inségesség, a rágalmak, a gyűlölet, minden ott volt az ő életükben, és végtelenül csöndben tudtak lenni. Mert rá tudtak hagyatkozni Isten szeretetére, ezt ők meg tudták élni. Ez egy ajándék. Én úgy gondolom, hogy akinek a szívébe és a lelkébe van a hitnek valami szikrája, az egy boldog ember, az egy ajándékot őriz a szívében és a lelkében, és abból a szikrából lehet tüzet csinálni, az föllobbanhat, az egyszer akár az egész életét is Isten szeretetének fényével boríthatja be. Ebben a csöndhez vezető útban segítőkezet nyújthat az egyház is. Elég, hogyha mondjuk például a püspöki palota udvarára gondolunk, talán ez is jól jelképezi azt az elmélyést, vagy csöndességet, ahova eljuthat az ember. Azt hiszem, hogy ez az adventi udvar egy nagyon jó isteni ajándék nekünk is, akik ezt megteremtjük, megcsináljuk, és mindazoknak, akik oda betérnek. Nagyon sok ember jön be, és járja végig az adventi udvarnak az útjait, végig a három királyokkal, a pásztorokkal, a gyerekeknek a játszósarkával, megállnak a Betlehem előtt, és sétálgatva nézik azokat a dolgokat, amiket akár ajándékként aztán vihetnek is magukkal, ha akarnak. Nagyon érdekes, hogy megérzik az emberek, hogy ez egy másik világot képvisel. Amíg kint a tömeg nyüzsög és hát él úgy, ahogy a világban az ember él,
szemetelés esetleg lögdösődik, ott bent nálunk csöndesség van. Tisztaság marad az emberek után, ott sok ezer ember megfordul, és én eddig most már 3 vasárnap elmúlt, de egyetlen egy eldobott vagy elejtett poharat találtam a adventi udvarba. Nincs szemét, rend van, békesség van, szeretet van. Ráhangolódnak arra, amit magukkal kéne, hogy vigyenek. És én gondolom, hogy magukkal is visznek. Persze nyilván elpárolog, mert sok impulzus kellene, hogy érje szívüket és lelküket, hogy ez az érzés igazán megerősödjön és bennük maradjon. De hát az is jó, hogyha egy órára, ha egy estére ez az érzés ott marad az ő lelkükben és a szívükben. A világ zaja elől én azért azt látom, vagy azt hallom, akár ismerősi körből, amikor beszélgetek, hogy egyre többen fordulnak az egyházhoz, egyre többen keresik meg Istent, illetve egyre többen próbálnak a hitbe kapaszkodni. Nagy öröm számomra, hogy én is valami hasonlót látok és érzékelek. Most a Szent Imre iskolából jöttem ide a stúdióba, és ott, ahol évekkel ezelőtt egy kis iskolát láttam magam előtt, most azt láttam, hogy abba a folyosó részletben, amit aulának mondanak, alig férnek el a gyerekek, már nem kis iskola, már egy nagy iskola, ahol komoly eredmény, hogy fegyelmezettek voltak, több mint 300 gyerek lépcsőn is állva, és egymásra figyelve, csöndben végig ott voltak, amíg az adventi gyertyagyújtás imádságát, szertartását végigvettük. Azt látom, hogy minden templomból a hír úgy jön, hogy sokan vannak, tele van a templom a rórátemiséken, minden ülőhely szinte foglalt, van egy érdeklődés. Hittanra sokan iratják be a gyereket, és járatják hittanra, hogy ismerje meg. Én nem mondom, hogy ez azt jelenti, hogy minden gyerek ott van minden vasárnap a Szentmisén. Én nem mondom azt, hogy mindenki pontosan úgy él, ahogy az egyház azt mondja, de tesz egy lépést előre, és ha majd tesz még újabb meg újabb lépéseket, meg fog érkezni. És mindez miért fontos? Nem azért, hogy a pap örüljön, hogy tele van a templomon, persze örül neki, hanem azért fontos, mert aki eljön és megsejti egy rórátemisének a szépségét, a békéjét, azzal együtt, hogy áldozatot kell hozni, hogy hajnalba föl kell kelni, amikor úgyis sok a munka ilyenkor, és fáradt az ember. Ha ezt mégis meg tudja tenni, valami belső béke, belső öröm és belső erő lesz benne. A házasság, az élet, az pedig annyira lesz boldog mindenkinek, akár hitben él, akár nem él hitben, annyira lesz boldog az élet, amennyit tud érte dolgozni. Az nem pottyan le az égbe, egyikünknek sem az ölébe. Azért tennem kell, fáradoznom kell, odafigyelnem kell, a másikra kell koncentrálnom, és az ő örömét kell keresnem, ami nem könnyű nyilván, mert mindannyiunkban van önzés. De olyan szép az a mondat, sokszor idézem, hogy örömünket a mások boldogságában megtalálni. Ez minden boldogságnak a titka. Ehhez kell egy belső erő, amit például ezeken a rórátemiséken is meg lehet találni, és a hitben élő ember megkapja a jó Istentől ezt a kegyelmi erőt, amihez szükséges, és szükséges a segítség mindannyiunknak hozzá. Főleg talán a mai világban, amikor körülnézünk, és látjuk, hogy nem csak hogy zaj van, hanem hogy feszültségek vannak. Ezek szomorú dolgok, mert azokat az okokat, amik feszültséget keltenek egyikünkbe, másikunkba, az emberek kisebb vagy nagyobb csoportjába, ezeket valószínű meg lehet oldani másképpen, vagy talán valószínű csak másképpen lehet megoldani. Úgy gondolom, hogy mindenféle erőszak, mindenféle hangoskodás, a saját akaratom másokra való rá erőltetése, az sohasem lehet olyan dolog, ami valamit gyümölcsözővé tesz. A gyümölcs az, ami mindannyiunknak az örömére, egészségére, szemünk gyönyörűségére és az életünk táplálására szolgálna. Az, hogy ezek adventban, a karácsony előtti időszakban embereket akadályozva történnek, durván és hangosan akár
évezredek szent és megszentelt jelképeinek, szimbólumainak a gyalázásával, ezek egészen biztos, hogy negatív jelenségek, amelyek soha nem szülnek jó vért, és amelyek sohasem tudnak jó eredményt világra hozni. Túl lehet lépni ezen? Túl kell lépni. Szent II. János Pál pápa, aki egy csodálatos ember volt, és hála Istennek egyre többet idézzük, és egyre inkább megértjük az ő életét és tanítását, nagyon sokszor emlegette, hogy ne féljetek. Amikor pápává választották, az első szava ez volt, és utána hosszú pápasága alatt ezt sokszor, sokfelé elismételte, ne féljetek. Nem szabad hagyni magunkat megfélemlíteni. Kell, hogy legyen bennünk hit, legyen bennünk bizalom, hogy az Isten megvéd bennünket. Velünk csak az történik, amit az Isten megenged. És az Isten velünk van, és nem fog bennünket erőnkön felül próbára tenni. És a rossz sohasem győzhet, a jó fog győzni. Az igaz, hogy a rossz az tud csatákat nyerni. Az ember tud súlyos sebeket kapni, tud súlyos károkat elszenvedni. Látjuk, hogy a keresztény üldözés mennyire jelen van a világban, és hányan az életükkel fizetnek a hitükért. De végül is a kereszténység, azt gondolom, hogy győzés diadalmas, és kultúrát teremt, és a szeretet erejét hirdeti, és kórházakat hoz létre, és karitást működtet, és a szegényeket, az elesetteket próbálja fölkarolni, valami nagyon szépet tud teremteni. Nekünk fontos, hogy ez a bizalom megmaradjon bennünk. Bízzunk egymásba, bízzunk a józanészbe, bízzunk a belátásba, bízzunk az önmérsékletben, és legfőképpen bízzunk abba, hogy a Jóisten is velünk van. Ahogy a Szent Családot megsegítette ezerféle nehézségben, ma is ugyanaz az Isten, és rólunk sem felejtkezik el. Hogyha a 2018-as esztendőre így egy kicsit visszatekintünk és értékelni kéne, akkor ön hogy látja, hogy milyen volt az idei esztendő? Én számomra ez az esztendő nagyon sok örömet tartogatott. Nagyon sok szép élményben volt részem, mert részben meg tudtuk őrizni azokat az értékeinket, lelki-szellemi kincseinket, amelyek hagyományosan a mi egyházmegyénk életének a sajátjai, és amelyeket más egyházmegyék is átvesznek, és az ő életüket is gazdagítja. Nagyon fontosak a mi saját vállalt ünnepeink, az első csütörtöki közös imádságaink, és az első magyar Szent Család ünnepe, a Szent István napoknak a megülése augusztusban. Sok ilyen van. Nagyon örültem annak, hogy idén mi rendezhettük meg a Kattárs nevezetű eseménysorozatot, amelyet a várossal együtt közösen tudtunk szervezni. Nagyon sok segítséget kaptunk a várostól, és ezt ezúton is köszönjük a városvezetőségének, polgármester úrnak, az önkormányzatnak, akik egy emberként támogattak ennek a projektnek a megvalósításában, ami nem csak Fehérvárnak szólt, hanem az egész magyarságnak, az egész Magyarországnak szólt. Úgy gondolom, hogy egy rendkívül jól sikerült esemény volt ez, ami talán nem nekem kéne mondani, de mondom, mert idézek másokat, hogy a legjobban sikerült ilyen típusú rendezvény volt az eddigiek során. Nagyon fontosak voltak bizonyos utazások, a Szentatyával való találkozás. Nagyon fontos volt a honvédséggel, a Szarajevóba, a békefenntartó erőknek a meglátogatása, azoknak a katonáknak az életébe való bepillantása, velük való találkozás, akik messze földön, egy egészen másféle világban, és nem feltétlenül minden veszély nélkül tudják a békét szolgálni, a szeretet országát, a szeretet világát építeni. Örömmel jártam Németországba, katolikus közösségekben, és nagy öröm volt, amikor az elcsatolt területeket látogathattam, akár délvidéken, akár Ukrajna területén, Kárpátalján voltam, a Caritasnak az orvos misszióját elkísérhettem oda, és
láttam ott az embereket, gyerekeket, kicsiket, nagyokat, felnőtteket, időseket, ahogy jöttek, és örömmel vették, nem csak azért, hogy Magyarországról jöttek, nem csak azért, mert tudtunk együtt imádkozni, megtelt a templomuk zsúfolásig, hanem azért is, hogy valaki olyan segítséget nyújtott nekik, amit nem találnak máshol. Mert pénzt azt lehet küldeni, azt elkölti erre vagy arra, de itt most az életéről, az egészségéről volt szó. Öröm volt, amikor egy idősebb hölgy egyszer csak fölkiáltott, és bementem én is, hogy mi történt, rosszul lett valaki, vagy kell valamit segíteni. Hát lencsét kapott, szemüveget kapott, és egyszerre látott, és ahogy még nem látta a világot, már talán nagyon-nagyon sok éve, hát látok, hát mint egy csoda történt volna, olyan öröm volt benne. Sok ilyen ajándék volt ebben az esztendőben, amiért hálás vagyok a Jóistennek elsősorban, és mindazoknak az embereknek, a városnak is, amelyik ezeket az örömöket szolgáltatta. Hálás vagyok azért, hogy megtiszteltek, hogy díszpolgárnak választottak. Székesfehérvár, Bodajk, Alsó-Szent-Iván is értékelik az emberek a munkát, fölfedezik a szeretetet. Talán valami kisugárzása van annak az életnek, amellyel próbál az ember szolgálni, amennyire lehetőség van, amennyire elfogadják, és amennyire erőmből telik. Ahogy említette a felfedezést, nekem a 2018-as esztendőben az egyik ilyen legemlékezetesebb pillanat az, amikor a bazilikában állhattunk, és láthattuk a limózsi korpuszt. Hát ez egy másik csodálatos esemény volt, amikor jött a hír, hogy hát megtalálták. Ott van 800 éve a templomba. Ugye ugyanabban azon a helyen volt ez, és nem találták meg, soha senki nem találta meg. Sok átépítés volt, építkezés, különböző munkák folytak ott, és most egyszerre ez előkerült. Egy csodálatos üzenet, ami önmagában is bátorít és biztat bennünket. Azt látjuk, mondják a régészek, hogy ez már a tatárjárás előtt itt volt. Én úgy gondolom, hogy a keresztes hadak, akik vonultak a Szentföldre, és Magyarországon keresztül mentek a tengerpartra, ezek hozhatták ők magukkal. Talán a királynak adták ajándékul. És a király ebbe a királyi templomba helyezte el, ott volt, ott imádkoztak előtte, akkor, amikor a tatárok körülvették a várost, és nem tudták a polgárok, nem tudták az itt lakó emberek, hogy mi lesz az ő jövőjük. De a Jóisten meghallgatta az imádságukat, talán éppen amit ezelőtt a korpusz előtt imádkoztak. És megmenekült a város, nem foglalta el a tatár, és a korpusz most előkerült egy olyan időben, amikor megint sokféle fenyegetettséget élünk meg. És kínálja nekünk is, hogy ahogy akkor megmentett a Jóisten, most se féljetek, ne féljetek, veletek vagyok, én legyőztem a világot. A szeretet uralmával, a békesség ajándékával. Ez egy fantasztikus üzenet, és hát az is egy fantasztikus dolog, hogy majd egyszer csak, amikor elkészül ugye a székesegyház felújítás, akkor ott, ahol megtalálták, ott lesz ez majd látható. Nagyon érdekes, hogy két elemből áll majd, amit ott mutatunk. Az egyik az Irakból ide került kereszt, amit az érsek úr küldött nekem ajándékba, amiről a korpuszt letépték, meggyalázták, eltüntették, és ez a vastag, erős, hát kereszt maradt ott, kicsit megrogyva, ahogy rárobbantották ezeket a nagy, hatalmas kvadrátköveket, és annak a súlyát nem bírta el a kereszt. És ott lesz a keresztjét elvesztett korpusz, ez a limúzsi korpusz, aki a kezét olyan szép ölelésre tárja, mintha azt mondaná, hogy mindannyiatokat várlak. Gyertek ide mindnyájan. Gyertek, akik megfáradtatok, akik az élet terhét hordoznátok. Én felüdítelek titeket. Krisztus ezt a üdességet, ezt a felüdülést, ezt az erőt, békességet, a szeretetnek a hatalmát kínálja nekünk. Ezen a két relikvián keresztül is, az ünnepen keresztül is, az egész életünk során és folyamán mindig.
És ezzel az üzenettel találkozhatnak mindazok, akik ma az évféli misére ellátogatnak. A bazilika felújítása okán ez nem a bazilikában, hanem a Székesegyházban lesz most. Nehéz egy időszak ez, amikor a bazilika tatarozása folyik, és hát hosszú időn keresztül fog folyni, mert rendkívül bonyolult, nehéz és művészi munka ez, amit nem lehet ütemezni teljesen pontossággal, nyilván próbáljuk. Tehát egy művészi munka azért az mégis más természetű. Így a Szent Imre templomban fogjuk ezt a Szent Misét megtartani, amely olyan helyen van, ahol valamikor Szent Istvánnak a palotája állt, amely palotában Szent Imre is megszületett, ahonnan Szent István király 1038. augusztus 14-én átment a templomba, aminek most romjait látjuk csak, hogy fölajánlja az országot a szűzanyának. Ezen a helyen templom áll most, és itt fogjuk ünnepelni azt, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta odaértünk. Szívből várunk mindenkit, aki el tud jönni, jöjjön ezekre az évféli misékre, Szent Imrébe vagy másik templomba, aki nem tud eljönni, a televízión keresztül bele kapcsolódhat a Szent Misének a kegyelmi adományába. A Szent Misének mégiscsak részese lehet a televízión keresztül is. Püspök atya, én nagyon köszönöm, hogy az idei esztendőben is itt volt velünk. Köszönöm szépen, és áldott kegyelemteljes karácsonyt és új esztendőt kívánok mindnyájuknak. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, ünnepi beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk, és hogy azt már Püspök atya is említette, évféltől láthatják itt nálunk az évféli misének a közvetítését élőben. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!